A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatja. Sentinel, a biztonság világa. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, rendőrségi körözésekkel, felhívásokkal jelentkezem. A győri rendőrkapitányság nyomozást indított lopásvétség gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik egy győri étteremben a sértett fogasra akasztott kabátjából eltulajdonították a készpénzét. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyeket, tud tartózkodási helyükről, hívja a győri rendőrkapitányságot. Ismeretlen tettes ellen indítottak eljárás lopásvétség gyanúja miatt a 14. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályán. A képen látható személy egy Hungária körúti vendéglátóhelyen eltulajdonította sétett pénztárcáját a benne levő bankkártyával együtt. Kérjük, aki felismeri a bemutatott személyt, tud tartózkodási helyéről, hívja a 14. kerületi rendőrkapitányságot. Eltűnése miatt keresi a 16. kerületi rendőrkapitányság Stefanik Ilona 78 éves budapesti lakost, aki lakásáról ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. Az idős hölgy 160 centi magas, erős testalkatú. Kérjük, aki információval rendelkezik nevezett tartózkodási helyéről, hívja a 16. kerületi rendőrkapitányságot. A 14. kerületi rendőrkapitányság lopásvétség gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen. A képen látható személyek egy kerületi üzletközpontból különféle ruhanneműket tulajdonítottak el. Kérjük, aki felismeri a bemutatott elkövetőket, hívja a 11. kerületi rendőrkapitányságot. Lopásvétség gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen a 14. kerületi rendőrkapitányságon. A képen látható férfi Horváth Boldizsár utcában található üzlethelyiségből eltulajdonította a sértett ott dolgozó mobiltelefonját. Aki felismeri a bemutatott szemét, hívja a 14. kerületi rendőrkapitányságot. Rablásbüntet elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást ismeretlen tettes ellen a 22. kerületi rendőrkapitányságon. A képen látható férfi egy bevásárlóközpont üzlethelységéből különböző termékeket eltulajdonítva próbált távozni, de a biztonsági őrök akadályozták meg ebben, ezért pengében megsebesítette őket. Kérjük, aki felismeri és tud a képen látható férfi tartózkodási helyéről, hívja a 22. kerületi rendőrkapitányságot. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, legyenek a segítségünkre, viszontlátásra! A bűn és baleset megelőzési magazin létrejöttét a Sentinel Kft. Támogatta. Sentinel, a biztonság világa. A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.